Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Fücsor Zoltán, azaz Fifika. És Nagy Mátyás. Azaz? Nagy Mátyás. Senki Azaz nem is. Nagy. Senki nem Senki ismeri. nem. Ki az a Nagy Mátyás? Én nem mondom ki. Segízű. Jó. Nincsen ma mújó, mert nekem korábban kellett kezdeni, ő sajnos nem tudta eltolni a munkát, úgyhogy harmadik beugróként itt van Matyi. De jó is, mert lesznek olyan témák, amikkel így hárman jó meg tudunk köpködni, beszélgetni. Viszont akkor a filmes vonalat szerintem jövő hétre fogjuk tolni, mert úgyis az a közös témánk mújóval. Csapjunk is bele, mert aztán rohanás lesz az élet. Első, amit beraktam, ez a nagyon szimpatikus, ám de Matyi szerint agyon photoshopolt stílus kommunikátor féle cikk az egyik blogon. Hamis luxus, márka mindenáron? Ez a cikk kérdése. És nekem erről pont a fasztekes és egyéb klón árusító gyártó oldalak ugrottak be attól függetlenül, hogy itt éppen a Louis Vuitton táskákról cserélnek eszmét, és hogy miért jó az, hogyha te is tudod, meg más is tudja, mert levágja, hiszen látszik, hogy az a termék majdnem olyan, de mégsem olyan, mint az eredeti. Úgyhogy érdekes szerintem a cikk ebből az aspektusából is. Nem tudom, mi a véleményetek ezekről. Hát ugye ez a klón nem klón háborúnak a kivetítése. Az az érdekes, hogy ugyanez szinte mindenhol megtalálható. Akár a telefonokat nézed, ugye most már nem annyira divat, de azért még te is emlékszel rá, hogy egy időben írdatlan mennyiségű hamis iPhone keringett a kínai piacokon, vagy mit tudom is én, mondjad, ki volt az az óra gyártó, Charlie, akinek telefonja is volt? Vertu? Vertu. Ő gyárt órát? Szerintem ő nem. Csak telefongyárt. Nem, akkor nem a Vertu, van egy óra gyártó, aki telefon. Takhayer gyárt. Takhayer, így van. Na most Takhayerből nekem volt replikám. Hú, de szépen mondtam. Tehát nem hamisítvány, hanem replika. Ha ezt egy óratopikba így bedobnád, kövezzük meg. Ami egyébként 30 centiről teljesen úgy nézett ki, mint az eredeti Takhayer. Nyilván, ha a menüjét jobban nyomogattad, akkor kibújt a szög a zsákból, de pontosan annyit tudod, sőt nem annyit, mert ez egy ugye kétkártyás telefon volt, de teljesen úgy nézett ki, rozsdamentes acél volt a váz, és a mai napig működik egyébként. Ugyanolyan órakijelző volt a végén, tehát abszolút rendben volt. Nyilvánvalóan egyébként ez a hamis, nem hamis, főleg mondjuk a divat irányzatnál, mondjuk egy táska, tehát ami nem egy ilyen itt az atomfutó cipőről beszélünk, vagy olyan használati eszközről, ahol tényleg óriásit lök rajta, hogy milyen minőségben van összerakva. Annak idején nekem volt szerencsém, Bécs előtt van valami ilyen kiárusító hely, ahol mindenféle eredeti cuccot lehet leárazva venni, és akkor így belenyúltunk a Louis Vuitton táskába, és ugyanúgy kifordítottuk a Made in China címkét belőle. Tehát, és mondjuk így leértékelve se adtam volna érte, nem tudom én, több száz eurót, tehát nem tudom. Engem ez egyébként abszolút nem fog meg. Én például sajnáltam eladni a klón GS kazánomat, mert
szinte majdnem olyan jó volt, mint az eredeti. Egyébként érdekes, mert Tájföldön van ennek iszonyat ipara. Tehát, hogyha mész ott a piacon, akkor ugye ott azt mondják, hogy oda csak kiutazni drága, és egyébként ott iszonyat mennyiségű bőröndökkel fogsz hazajönni. Ezt alá tudom támasztani én is, tehát nagyon kell utána totózni, hogy hány bőröndöt vegyél még, hogy haza tudd a cuccaidat hozni. Illetve a piac is olyan, hogy oda jön hozzád a vevő, vagyis bocsánat, az eladó, és megkérdezi, hogy milyen szoftverre lenne szükséged, óriási. És megy a válasz neki, hogy mit tudom is én, Mac-en van, és szükségem lenne mondjuk az Office for Mac-re. Na úgy képzeld el, hogy azt mondja, hogy jó, 20 percet. 5 perc. Hát 20 percet kért, biztos sok volt az ideje, vagy a munkája. Séta, 20 perc múlva vissza hozzá, és 20 perc múlva ott volt az Office for Mac a CD-n nyomtatva. Ugyan, tehát tudod, az a CD, amit nyomtatni lehet nyomtatóval, rajta ugyanaz, mint a gyári CD-n, benne egy olyan tokban, mint a gyári CD, az a tokon is ugyanaz a nyomtatott kép, mint a gyári tokon, zseniális. És mindezt azt hiszem valami, hát ott valami bat van, de átszámítva nem volt több 1500 forintnál a dolog. Neked nem érte volna meg a kihívódást, mondjuk csak a nyomtatásra. Gondolj, én ennél jobb sztorikat hallottam a Shenzheni piacról. Ennél jobbakat nem nagyon mennék bele a mesélésbe, de ott úgy működik, tehát, hogy ott gyakorlatilag csak a kirakat van lenn a piacon, és utána megkérdezik, hogy esetleg valami más tetszene, vagy más szeretnél, és akkor felvisz a lakására az eladó, ami gyakorlatilag raktárként funkcionál, és ott választhatsz olyan márkák közül, amiről még nem is hallottál. Azért érdekes ez az egész dolog egyébként, mert a cikkben is mondják, le is írják, ugye, hogy Magyarországon nincs semmi következménye annak, hogyha valaki hamisított dolgokat hord, és ezzel szembe menve például Franciaországban nem csak, hogy a vételt eladást, de a viselése is bűncselekmény a terméknek. És na, akár az, ami visszatartó. Akár 1000 euróra is megbüntethetik azt, akit replika vásárlásán érnek. Tehát azért ott már meggondolnád, hogy mit tudom is én. És most ezen el is gondolkoztam, mikor olvastam a cikket, hogy ott milyen piaca lehet mondjuk a Fasteknek, vagy valami hasonló oldalnak, mert hát azt a legegyszerűbb nyomon követni, hogy a vámnál megállítják, eredeti, nem eredeti, Kínából jött, hopp, már dobjuk is ki a 1000 eurós csekket. Hogy ott ez vajon hogy megy? Ja, a cikkben egyébként pont egy nagyon béna Louis Vuitton hamisítvány táska van. A gyerekemnek van ilyen, nyilván nem eredeti, ami jobban hasonlít az eredetire, mint az itteni. Úgy kapta valakitől. Még az is lehet, hogy eredeti, de nem, mert neki Made in China felirat van benne a táskában, és nem Made in France, vagy USA, Spanyolország. Németország, Olaszország. De egy igazán jó replikánál tényleg iszonyú nehéz, pláne úgy, hogy ez egy hétköznapi használati eszköz. Tehát elmegy valaki melletted egy Louis Vuitton táskával, nehogy már megmond 3 méterről, hogy az hamis, vagy eredeti. Most ne is a táskákon rugózzunk szerintem, mert... De még egy valamit szerintem a táskáról érdemes elmondani, ha már ezzel kezdtük. Én például úgy állok hozzá a táskához, hogy nekem egy táskánál a funkció az legyen az első. Ne az, hogy nézzen ki. Nyilván a színe tetszen, és kész. Onnantól kezdve az, hogy legyen egy zseb, mit tudom én, a pótaksíjaimnak, egy zseb a tollaknak, maradék meg mehet egy helyre. Nem az, hogy mint például ezeknél. Én ezeket a női táskákat soha nem értettem, be ömleszte, beleöntik a sok cuccot, aztán amikor kell, nem vagy nő. Egy fél órát turkál benne. De nem vagy nő, nem értheted.
Fú, jaj, bocsánat. Matyi, nagyon ingományos területre tévedtél egyébként. De... Tudom, hogy arra tévedtem, de én azt mondom, tehát ezt levetítve ezekre is, hogy már csak ezért sem vennék hamisítvány, mert mit tudom én, engem az jobban zavar, hogyha a cipzár elszakad, mint az, hogy nincs rajta márkajelzés. Az az érdekes egyébként, hogyha ugye itt egy kazánnál készüléknél nehéz megállapítani most már, hogy eredeti vagy hamis, de én azt mindig úgy megmosolygom, mikor bemegyek a városba, és a 7-be vagy a 8-ba, nem mondom ki, de tudjátok, az autentikus környékeken sétáltok, és olyan embereknél látok ilyen másolatokat, akinél egyébként még az outfitje sem támasztja alá, hogy erre neki lenne pénze, mert hát hiszen hogy néz az ki, hogy 1500 forintos fölsőbe van, és mellé mondjuk egy félmilliós táska, tehát én is tudom, ő is tudja, akkor minek? A kedvenc történetem, tegnap előtt a villamoson kéregetett tőlem egy fiatalember egy 50 000 forintos Ripley kabátba. Figyelj, kell az újra. Ezt kukáztad, hát ennyi. Lehet, hogy valaki ezt adta neki. Igen, igen, csak én gondolkodtam, hogy megmondjam neki, hogy figyelj, ebbe a kabátba nem nagyon lesz szansz. De hát, így. Jó, de Matyi, azt te is tudod, hogy akik adnak, azok meg lehet, hogy lövésük nincs arról, hogy az éppen milyen kabát. Meg hát ugye hányszor elmondtuk, hogy nem a ruha teszi az embert, és nem az eszköz a vépert. Hú, de szépen mondtam. Na, minden esetre én ezt a cikket, ezt nem is azért raktam be, hogy most megváltsuk a világot, vagy megfejtsük az élet értelmét. Azért, mert bejött az 42. írónő. Igen, bejött az írónő, hanem azért, mert nagyon könnyű átültetni a mi használati tárgyainkra ugyanezt ezt a szemléletet. Mindenki eldöntheti, hogy mi vagy, hogy jó neki. No de, haladjunk tovább a beszélgetés fonalán. Bedobtál egy kérdést a Notes-ba. Igen, igen, tegnap beültünk az egyik óránk után egy kedvenc vaper barátsörözőnkbe, és ott volt talán egy hónapja tért át a srác, és egy olyan srác volt velünk, aki még tegnap párhuzamosan szívta, de ma verem a mellkason, mert elvitte tőlem az első mod készülékét, és mondta, hogy megpróbálja teljesen letenni az analógot. Úgyhogy így hármasban beszélgettünk, és a srácok ezen, nem mondom, hogy vitáztak, de ezen folyt az eszmecsere, hogy most akkor lehet-e buszon, vagy nem lehet, vonaton nem lehet. Nem lehet. Lehet. Én elsősorban ezt mondtam, hogy ne is azt vegyük figyelembe, hogy lehet-e, vagy nem, hanem inkább az illemet és az etikettet. Tehát... De Mátyás, pont a busz az, ahol a BKV utasszabályzata erő rendelkezik. Tehát ott egyértelműen Nekem eszembe sem jutna elővenni a buszon, és ez is úgy került elő, hogy mondta, hogy hát nem éppen józan állapotban ment haza, és elővette a zsebéből ugye a szokás hatalma, és beleszívott egyet. És én erre mondtam, hogy ide a sörözőbe is, ahol bementünk, ismerem a pincért, tudom jól, ő is tudja jól, hogy vépelni fogok, de akárhányszor bemegyek, majdnem minden héten járok oda, minden egyes alkalommal megkérdezem, hogy elővehetem-e. Persze, hogy igen mondanak, de megkérdezem, mert én úgy érzem, hogy így illendő. És a buszmegállóban is nyilván, hogyha egy nagy tömeg áll körülöttem, nem fogok elővenni, nem fogom gőzölni, ha előveszem, akkor is inkább ilyen stealth vape jelleggel, úgyhogy ne szálljon rá másra, tehát ezt azért érdemes figyelembe venni. A buszon és vonaton való gőzöléstől pedig én személy szerint mindenkit óvaintenék, nem csak azért, mert egyrészt a szabályzatot is sérti, és ezáltal büntetést vonhat maga után, hanem azért, mert további ellentéteket szíthat, és megint a figyelemnek az a rossz oldala fordulhat a gőzler társadalomra, aminek nem kellene. Azt azért vágjátok, hogy milyen szépen meghonosítottuk ezt a gőzler kifejezést. Azaz. Nagyon jó. Egyébként innen is csókoltatjuk Krisztiánt, aki nem tudja. Igen, el. Igen, az új Kazinci. Az új Kazinci. Erős volt.
Van itt egyébként egy kapcsolódó üzenet, Hajnal Balázs írta, most ráírtam Skype-on, illetve felvettem az ismerősök közé, beszéltem vele tegnap, hogy behívnám az adásba esetleg, hogy elmondja ő, hogy mi a tapasztalata az elektromos cigarettázással, mert igen jó tapasztalatai vannak, és én azt szerettem volna, hogyha, tehát az autentikus, hogyha ha ő mondja el. Maradjunk annyiba, hogy én még itt pending contact requestnél látom, úgyhogy ha bejön és jó neki ma, akkor egy pár percre behívjuk, ha nem, akkor ezt átoljuk a következő adásra, mert érdekes tapasztalatai voltak egyébként, vannak egyébként, hogy is mondjam, Balázs, és ismerem. Nem is tudom, hogy ő, igen, veled jött föl a találkozóra, hogy ő tüdőbeteg volt, vagy szerintem asztma. Asztma, igen. Tehát asztmásként szeretném, hogyha ő megszólalna a témában. Ja, és igen, amíg még eszembe van, utána voltam múlt héten egy másik kocsmában, ahol szintén egyből első kocsma. Kész. Ha meghívnak egy szülinapi mulatságra, nem fogom lemondani, nyilván, ha még családi vonatkozása is van a dolognak, mindegy. A lényeg az, hogy megkérdeztem a csapostól, hogy szabad-e vagy nem, és erre ő visszakérdezett, hogy miért van olyan hely, ahol nem szabad. És nyilván ő itt a vendéglátóhelyekre gondolt, nem úgy általában, és én is ezt válaszoltam neki, hogy nem tudom, de az illem tőlem így követeli meg, és szerintem ez így jogos, hogy azért legalább kérdezzük meg. Nekem is egyébként M plusz egy hely volt, mit tudom is én, a steakhouse-tól kezdve a bármilyen más éttermekig, hogy mindenhol az volt a válasz, hogy persze, nyugodtan, hát egy cigi lehet. Aztán, igen, pont a felhővel beszéltünk erről, hogy ő megkérdezte egy pókerklubban, hogy lehet egy cigizni? Persze, látod, én is szívom. És akkor ott volt a srácnál egy kis ego, és akkor fújt egy ilyen egészséges gőzpamacsot a Kaifun 4-jel, és akkor mondták, hogy ne, fejezd be, nem lehet. Mert hogy nem azért, mert hogy őket zavarja, hanem féltek, hogy ugye ez egy plázában volt, hogy beindul bármilyen füstriasztó rendszer, aztán ki kell fizetni a tűzoltók kiszállási díját is. Igen, úgyhogy stealth vépelni a technikát meg kell tanulni mindenkinek. Hát, az nehéz. Nekem egy hónap alatt sikerült úgy megtanulnom kifújni, hogy ne legyen zavaró a környezet számára, gyakorolni kell. Ja, érdekes másik téma egyébként a hét vezető témájának is mondhatnánk. Bevezethetjük úgy, hogy nevet nem mondunk, és azt mondjuk, hogy sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. Vagy hogy kiborult a bili. Igen, mert hogy a Redditen elindult egy beszélgetés cunami, már mondhatjuk így is szerintem, és aztán előkerült mindenféle más videó is például a témában. A zanzásítva annyi csak a dolog, aztán kifejtjük, hogy van olyan reviewer, aki pénzt nem fogad el, pénzt kér azért, hogy bármilyen terméket levideózzon, és aztán azt mondja, hogy ez a legjobb készülék, amit idáig használtam. És hogy kiről van szó vajon? Na, kiről van vajon szó? Hát Blacky úgy szoktam, talán csak nem a Cloudchaserek pápájáról beszélünk. Hogy is mondják, a Triple Parallel Dragon Twisted Diamond mi a Clapton Coil ős atya, azaz Rip Tripper, az, akiről napvilágot látott ez az alábbi kis szösszenet. De mennyi ennek az igazságtartalma, mert azért ilyenkor tudod, mindig így elgondolkozik az ember, hogy itt már mindenkire állt ez a vád annak idején. Blackire, rád,
fifika, Értem. tehát ha a Reddit posztot elolvasod, az úgy kezdődött egy képpel, az talán egy Instagram komment volt, amit a srác írt, hogy pénzt kér a reviewért, aztán ott ment tovább a beszélgetés, és elkészült egy videó, nekem számomra nagyon kedves reviewer a Twisted Fortune, nagyon szeretem a stílusát, a poénjait, ahogy csúnyán beszél, stb. És a pólóját. És ő sumázza. Tessék? És a pólóját. Igen, többek között, meg a plakátjait a falán. Szóval biztos Krisztiánnal is nagy haverok lennének, mert ő is filmrajongó. És ő egy videóba sumázta ezt az egészet, alátámasztva egy régi barátjának, aki talán így hivatkozott rá, hogy régi barátja a srác a Ritnek is, és tehát egy közös barátjuknak a Facebook beszélgetését egy az egybe, tehát nem fényképként, hanem görgette a telefonján, úgy mutatta be a beszélgetést, amit a srác írt, és ott már nem pénzről volt szó, hanem arról volt szó, hogy Rip részvényeket akart a cégből, vagy elkezdett alkudozni, hogy hát ezt nem részvényeket, hanem részesedést. Az eladásokból kér részesedést. Tehát az azért már szerintem egy még súlyosabb ár, mint hogy egy egyszerű összeget elkér egy izér, és szerintem pofátlan is, nem utolsó. Nem, ha belegondolsz, ez pont olyan, mint ahogy annó Tom Hanks a, mindjárt mondom neked, melyik filmje volt az, Forrest Gumbból elhanyagolható mennyiségű fizetést kért, ő részesedést kért a megjelenés és a bevétel után. És mint utólag kiderült, ez kurva jó ötlet volt részéről. Hát ugye ennek az ötletnek a nagyapja az a Csillagok háborúja kapcsán volt, hogy az első részt gyakorlatilag ingyen rendezte meg, és azt mondta, hogy ő nem kér másból pénzt, csak a kapcsolódó bevételekből, tehát a póló, a játékfigura, nem tudom én, és halára kereste magát. Akkor én is tömtem a zsebébe, mert én megvettem annó egy eredeti filmkockát. No. Nem, te komolyan van eredeti Csillagháború a filmkockán? Fú, az de... marha jó. Nekem is van egyébként, csak én nekem másokból kifolyólag, és nem az első részben, hanem a másodikból, mert annak idején, amikor még sci-fi klubot csináltunk, akkor bemutató előtt egy héttel Szegeden levetítettük a Csillagok háborúja második részét. És olyan szarvetítőgépek voltak, hogy tépték a filmet, és tudod, olyankor, amikor ragasztják, mindig kivágnak belőle. Igen, úgyhogy mind a három tekercsből van, illetve nem is három, négy tekercs volt, mind a négy tekercsből van valahol ilyen kivágott fecni. Hát én nem majd tudom, hogy... Jó lenne előkeresni. Nem, én sem tudom, hogy hol van már, arra emlékszem, hogy C-3PO és R2-D2 volt a kockán. Ahogy állnak a bolygón, tudod, mielőtt bevagonírozzák őket. Nem, vizsgálják az e-cigaretta jövőjét, hogy legalábbis igen, abban néznek igen bele. Na szóval visszatérve a témához, igen, igen érdekes kérdéseket vet föl. Ami szerintem mindenképp jó lenne, ha azt a videót akkor a videó rovatba beilleszteni. Igen, azt tegyük mert, akkor oda be. Mert ő Twisted-ről leszögezi, hogy ő nem ellentéteket szí, csak próbálja ezt a témát boncolgatni, és ami nekem is a legjobban úgymond felkeltette az érdeklődésem, hogy ugye neki volt részesedése abból, hogy saját tervezésű, vagy része volt valamilyen kazán tervezésében, majd mostanában ugye saját levesmárkája van, már most kettő is, talán múlt héten vagy két hete indított el a másodikat, a Fox Host, eddig meg a valamilyen Plume Line, vagy mi volt a neve, tehát azért neki vannak saját cégei, van más munkahelye is, és még emellett kívánja ezt az egészet, ez már ő ezt kabzsiságnak nevezte ezt az egészet. Azért érdekes a dolog, egy picit pont ilyen cipőben járok én is, mert ugye a videók mellett foglalkozom ugye webshoppal is. És pont ezek indokán és okán én már akkor, amikor elkezdtünk bármit is, tudtam,
hogy ha a termék itt lesz a kézben, akkor azt biztos, hogy nem én fogom megköpködni, mert az nem lenne túl autentikus, hanem valaki másnak odaadom, Hát hogy... én jól megköpködöm. De te nem fogod megkapni. Egy igazi barát vagy. Igen. Hogy mondjon róla véleményt. Ez az egyik. A másik, hogy ki honnan mit fogad el. Azt többször hangsúlyoztuk, de nem lehet elégszer elmondani, hogy például Blacky sem. De a saját példámat tudom csak mondani. Én senkitől semmilyen készüléket nem kaptam, és nem is fogadtam el. Tehát igen, tök jó lenne, ha akkora lenne a piac, mint mondjuk Amerikában, hogy Phil Busardo kap például tesztelni Kaifun 4-et, és egyből megvillant 2 darabot, és azt mondja, hogy az egyiket ő bemutatja, a másikat pedig dobja bele a Mikulás zacskóba, és valaki meg fogja nyerni. Nálunk ilyen nincs. Azt viszont láthattátok, Fifika, te is láttad a podcast közönség találkozón, hogy amit összetudtunk lomizni, összetudtam kapargatni a kereskedőktől, az egytől egyig, az utolsó üvegig, vattáig, húzalig mind ki lett valami nyereményjáték, vagy mondva csinált dolog kapcsán sorsolva, például, hogy tegyél föl egy kérdést, és aztán megcsinálja róla a videót Boris az orosz, például. Tehát én, jó magam, volt ilyen irányú kérdés, de nem úgy, hogy tehát adnak pénzt, hogy csináljak egy jó videót, vagy egy jó értékelést róla, minden videónak az elején ott van, hogy senki nem befolyásolhatja. De... Én bevallom őszintén, engem a Vape69 múltkor befolyásolt, mert elfogadtam 5 méter stainless steel wire-t. De akkor az nem use lesz. Reméljük, reméljük. Szóval egyszer keresett meg egy eladó, hogy mennyiért csinálnék nekik ilyen termékismertető videókat, de én pont ezen megfontolások alapján nemet mondtam. Megmondtam, hogy szívesen csinálok ingyen, de az olyan lesz, hogy kihangsúlyozva az előnyöket és a hátrányokat is. Tehát a felelősség a számomra az itt kezdődik, mert hogyha én pénzért valamiről jót mondok, akkor az lesz az utolsó videó, amit hitelesként bárki elfogad. Vagy lehet, hogy az addigiakat sem fogják hitelesnek elfogadni. Igen. Mert ezután a RipTrippers-es dolog után azért nekem is eszembe jutott ez az egész, és elgondolkoztam azon, hogy volt egy pár olyan készülék, ami megfordult az én kezemben is, és teljesen más szempontok alapján nézte ezt az egészet, és olyan hibákba kötött bele, amik lényegtelenek egyes készülékeknél, egyeseknél pedig olyan hibákat nem vett figyelembe, ami azért ordító, a zavaró. Nagyon sokszor például nem említette meg, hogy volt olyan készülék, aminél mondjuk másfél másodpercet késett az izzítás a gomb lenyomásához képest, és meg sem említette a videóban. Na most azért ez szerintem a figyelmetlenség kategóriát nem, tehát ez azért túlmegy azon, mert az bárki észreveszi, ha lenyomja a gombot, és másfél másodpercig nem történik semmi. Nekem ott kezdett egyébként gyanússá válni, amikor olyan termékeket tudott reviewzni, amik még polcon sem voltak. Tehát ott már elgondolkozik az ember, hogy jutott hozzá például. Mert akkor az csak úgy lehet, hogy megkeres az eladó, hogy figyelj, ez még nincs, de föl kéne futtatni, és csináljunk már egy videót, és nekem megérné az a befektetett pénzmennyiséget. Na mindegy, én kíváncsian várom Ripnek a következő videóját, hogy miről fog szólni, és fog-e reflektálni erre. Vagy nem bármilyen ki. Csatornán. Már a botrány óta jött ki egy videója, és nem szólt róla benne. Hát akkor rosszul fogalmaztam, tehát olyan videóját várom, amiben ezzel kapcsolatban nyilatkozik, avagy a strucc politika is elmondja a véleményét ilyen esetekben a dologról. Várjál, meg közben itt engem össze-vissza keresgettek, úgyhogy kénytelen voltam nem hozzászólni, pedig marha nagy kedvem lett volna.
Két megjegyzésem van ehhez a pénzt kapsz, nem kapsz pénzt című dologhoz, hogy annak idején, amikor a Charlie megkapta ezt a fölkérést, akkor privátban mi beszéltünk erről, és ugye akkor arra következtetésre jutottunk, hogy gyakorlatilag, ha ő pénzért csinál bemutató videókat, akkor pontosan agyonüti az ecigitesztek.hu-nak a hitelességét. Bár szerintem meg nem, tehát lehet úgy is csinálni valamit, hogy ez fizetős, ez meg nem fizetős. Itt azzal van a baj, hogy ez a társadalom még nem érett meg arra, hogy ő a fejében el tudja választani azt, hogy a Charlie most hobbiból és önzetlenül csinálja a review-t, ezt a review-t meg csak egy használati utasításként csinálta valakinek. Tehát az emberek így nem tudják szétválasztani magukban, és akkor úgy döntött, hogy nem vállalja föl ezt a dolgot. A másik dolog az, hogy a Riptip bele sétált egy ilyen csapdában, amíg ugye mindenki azt gondolja, hogy a külföldi nagy bemutató készítők nem kapnak ezért pénzt, vagy hát abszolút úgy csinálják, ahogy mi. Ez egyszer se biztos. Tehát én még el tudok képzelni egyébként, hogy esik ki a szatyorból más is, nem csak ő. De ugye ő meg egy ilyen nagyon harsány jelenség volt ebben a reviewer piacban. Inkább azt mondanám, hogy megosztó. Hát figyelj, volt egy olyan stílusa, amit lehetett szeretni, vagy nem szeretni. Például a Toddnak is van egy stílusa, amit lehet szeretni, vagy nem szeretni. Tehát én két mosolygás közt konkrétan beszoktam aludni, hogyha nézem az ő videóit, mire beleszív egyet abba a kurva készülékbe, és látszik, hogy mi a végeredmény. De ettől eltekintve én azt gondolom, hogy a magyar bemutatók közül nem tudok olyanról, vagy hát a régi motoros videósok közül nem tudok olyanról, és ez biztos, hogy így van, aki bármilyen anyagi ellenszolgáltatást fogadott volna el. Aztán volt, aki nekem jött azzal, hogy de a Blacky a videójában milyen jó fölértékelt azt a patront, aztán az mekkora egy szar lett, vagy hogy én lehúztam egy patront, ami egyébként meg kurva jó, és olyankor szoktam mondani, hogy valószínűleg nem ugyanazt a patront néztük. Tehát lehet hasonló, és ezt mindenki tudja, hogy ugye pont a múlt heti adásban beszéltünk a Kangerről, aki kitette már a Facebookjára, és hogy a faszteken nem árulnak Kanger kazánt, bármennyire is iszonyú mennyiséget lehet kapni. Tehát egyszer se biztos, hogy ugyanolyan Hallmeistert látsz magad előtt, de hogy az ugyanúgy fog működni, mint amit én vagy a másik tesztelt. Ez az egyik. A másik, hogy, és erről nagyon sokat beszéltünk Blackyvel, Charlieval, Lolokével, Inkvivel, hogy nagyon jó volna néha ugye egy-két hét használat után újra megcsinálni az adott kazáról, patronról, készülékről egy tesztet, mert újként szinte mindegyik normálisan üzemel, de mondjuk két hét strapa után már más lehet a helyzet. És ebből voltak is problémák. Ugye volt olyan Hallmeister, aminek repett a palástja, volt, amelyiknek nem repett, volt, amelyiket szét lehetett szedni, volt, amelyiket kalapáccsal se lehetett szétbombázni. Tehát ez a piac azért annyira összetett és bonyolult, és nem gondolnám, hogy itt bármit is bárkinek a szemére lehetne egyébként vetni. A mi kis videós közösségünkről beszélek most. Annyit azért hadd fűzzek hozzá, hogy én azt, de biztos mondtam már, hogy pont ezen megfontolásból volt párszor, hogy név nélkül kereskedő mondta, hogy de mi tart annyi ideig, odaadom, egy hét alatt megcsinálod, csókolom. Én pedig mindig úgy álltam hozzá, hogy legalább 2-3 hét teszt, ami videó nem úgy került ki,
az nagyon az újdonság varázsa volt, illetve olyan, amit előtte már hónapokig lehetett olvasgatni, hogy milyen. Például most, ha azt veszem, hogy a GT2 az is egy ilyen jó másfél-két hétig volt előtte a kezemben teszt. Akkor, amikor itthon nem volt még. És pont ezért, hogy ne az legyen, hogy minden videónak a vége az a konklúzió, hogy ennél jobbat még soha. Mert mindennél van jobb, de az újdonság varázsa után kell szerintem. Amit még én tennék hozzá, hogyha valaki kizárólag, tegyük fel, review-ból szeretne tájékozódni vásárlás előtt, én nagyon ajánlom, hogy a reviewer csatornáját azért böngésze, és több videóba is nézzen bele, mert mindenkinek megvan a saját szájíze, a videókészítési stílusa, mindenki máshogy áll hozzá a kazánokhoz, a készülékekhez, mások a szempontjai, és így azért szerintem jobban tudod te értékelni azt az értékelést, azt a képet, amit ő ad a videójába arról az adott eszközről. Igen. És amellett, hogy ezt mondjam is, én amikor elkezdtem nézni a Ripnek a csatornáját, akkor ő már ezt a dili vonalat közvetítette, ugye ezt a félig megőrült barlanglakót. Viszont visszanéztem a legelső videóit is, és ott azért még inkább ez a megszeppent kisgyerek feeling volt, ahol szorítkozott a tényekre, szerényen, nem ez a harsány, beleordibálom, belefújom dolog volt, tehát látszott az egyetfejlődés ott is. Érdekes mód. Na mindegy, lépjünk ezen túl. Jövő héten visszatérünk rá, hogy hát ha addig kiderülnek még újdonságok. Viszont, ugye múlt hét előtt elindítottunk ugye sok-sok újítást a weboldalon, az elcigitesztek.hu-n, többek között egy cikksorozatot, amit most meg is nézem, hogy van egy show notes-unk erre a valami rendszert a káoszba, 14 legyártott, hát nem epizód, mert ugye ezek szöveges videós ismeretterjesztő anyagok, de 14 rész kész van már ebből, ez az első etap szerintem. Ez egy ilyen erős az alapok rész, és ez a mindenkinek fontos tudni. Úgyhogy ezek már be vannak tárazva, május közepéig mindenki el van látva, hogyha föliratkozik a hírlevélre, akkor is regisztrál a weboldalra, mert végül is erre jutottunk, hogy akkor ezek a tartalmak, ezek regisztrációhoz legyenek kötöttek. A wiki az nem. Mert ugye a másik, az e-cigi Wikipédia, az is szépen bővülget mindenkit. Még egyszer fölkérnék arra, hogyha olyan van, amit nem talál, kérdezze nyugodtan. Amiket mi is látunk, kérdéseket így lépten nyomon járva a Facebookon, azért bedobáljuk. Például ez a hol szabad és hol nem is meg fog majd jelenni hamarosan. Ugye, Matyi? Természetesen. És további ötletek, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy ezután a 14 után ennek vége lesz, nem, már mozognak a kerekek, és dolgozunk a további cikkeknek is az ötletein. Nyilván egy tematikus sorrend, vagy egy ilyen logikai sorrend az egészben fenn lesz tartva. Én igyekeztem belevinni egy kis közéleti, meg egyéb témákat, hogy azért ne csak száraz technikai dolgok legyenek ezekbe, úgyhogy lesz olyan hét, amikor egy kicsit könnyebb, olvasmányos írományokat kaptok, lesz, amikor technikai dolgokat, és ki tudja, bármit hozhat a jövő, hát lehet, hogy már nem lesz több ötletünk, és csak hülye szóvicceket fogtok kapni. Azt viszont érdemes elmondani, hogy senkitől és semmitől nem félünk. Tehát mi tudjuk, beismerjük, hogy mindenhez nem érthetünk ugyanúgy, mint tehát nem érthet mindenki ugyanahoz a témához annyira, mint a másik. És ezért például én megkértem személy szerint Fifikát, hogy ássa bele magát a likvidek témájába, úgyhogy a szindikátushoz
ilyetén módon csatlakozott ő is, üdvözlünk Fifika. Akarva, akaratlan. Reméljük, hogy akarva. És a három likvides cikk a te tolladból származik, a cikkíró között is meg tudjátok nézni. Ott van ő is. Annyit még, hogy mindenki előtt nyitva áll a kapu. Tehát, ha csak annyival tud hozzájárulni, hogy egy kérdést föltesz, föl tudja tenni a Wikipédia oldalon a kérdést. Ha szeretne ő saját maga valami anyagot közzétenni, akkor jelezheti nekünk, és tudunk olyan jogosultságot adni, hogy tud írni az oldalon anyagot, amit mi átfutunk, formázunk, és közzétesszük. És van most a legújabb szekció, ez a közösségi videók rész. Sokat gondolkoztunk, hogy legyen, mint legyen. Vannak azok az időtálló videók, amik mindenképp jó, hogyha egy helyen össze vannak gyűjtve. Úgy gondoltam, hogy ennek a legjobb helye szintén a weboldalon lesz, egy külön blokkban, és ha megkattintjátok a weboldalt, akkor ott az alapismeretek alatt már látható is sok-sok videó, például a vattacukros titka, gyakran ismételt kérdések, Vanker-bunker, az eldobhatós, utolsó üzenet, tehát minden olyan, ami akár még 2033-ban is aktuális lesz. Lesz. Spájzoljatok. Vagy legalább spájzoljatok, spájzoljatok. Nem a, tehát ugye én két felé bontanám ezt az e-cigaretta videós dolgot. Egyrészt vannak a készülék, meg a mód bemutató videók, illetve van ennek egy hozadéka, és én tényleg csak hálával tudok gondolni, hogy annak idején a Stadler and Waldorf blogon megjelent kis mini sorozattal kicsapta mondjad a nevét? A biztosítékot. A biztosítékot kiverte annak idején a biztosítékot. Öreg vagyok, Charlie. Mondd a nevet, mert... Danger Call? Danger Call, így van. És neki van egy írótársa, akinek most éppen nem ugrik be a neve. És gyakorlatilag megteremtette ennek az egész vankerségnek a mikéntjét, hogyanját, illetve hát akkor Inkvivel mi sokat beszélgettünk arról, hogy most hogyan álljunk ehhez hozzá. Aki még emlékszik az akkori történésekre, az tudja, hogy egy ilyen cunamiként söpört végez az egész a Fekete Fórumon, és mindenki így magára vette, holott ők gyakorlatilag nagyon jó bemutatták az akkor elektromos cigarettát használó típusokat, és azóta a helyzet jelentem csak romlott. Tehát ha most írnák meg ezt a kis szösszenetüket, akkor még több őrültet tudnának a regény folyamba beépíteni. De nekik köszönhetjük azt, hogy megszületett egy új műfaj, és én ezt így magamban úgy hívtam, hogy ilyen e-cigaretta közösségi videók talán, amik nem igazán a készülékekről szólnak, hanem szokásokról, nem tudom is én, különböző vaper típusokról, vagy az e-cigaretta közösség ügyes-bajos dolgairól, és ugye ennek a mai folytatása például a Boris-féle videók is. Tehát, az orosz vírus videó. Az orosz vírus videó. És a Cheaper Faster klón, vagy Faster klónja. És így van. És hogyha megnézi valaki a Boris videóit, abban is nagyon sok Vaper típus, nagyon sok viselkedési forma. Ugye amikor még én csináltam ezeket, akkor még nem volt ez a fasztekmánia, az utána lett ennyire népszerű. És ő is gyakorlatilag humorosan, de azért mindenki érzi ennek
a dolognak a, az igazságtartalmát, hogy úgy mondjam, és ez tényleg nagyon sokszor elő lehet venni, minden újszülöttnek a minden vicc új szokták mondani, tehát aki elkezd vépelni, és újra, illetve nem újra, először fogja látni ezeket a videókat. Lehet, hogy sokszor nem tudja hova kötni, hogy mi miért van, de mindennek jelentősége van ezekben a közösségi videókban. Még a köhögésnek is. Még a köhögésnek is. Van. Egyébként én most olvasom pont a kérdéseket a Facebook csoportban, és Jekely András föltette a kérdést, hogy mi a helyzet a MOVE fordítással, amit a 47-ben említettünk. Krisztián válaszolt, hogy hát az ő sara, mert betegség, meg felgyűlt munka miatt nem tudta még befejezni, és hogy az 50-es adásban milyen elfuserált mód ismertettük, és nyugodtan lefordíthatta volna. Úgyhogy erre reflektálnék most, majd ha lesz Krisztián, és ha lefordította a cikket, és ha éppen lesz rá időnk biztos, akkor meg fogjuk említeni. Köszönjük. Na de, haladjunk tovább. Közben a Hajnal Balázs már online, de nem reagált vissza. Mennék akkor tovább a következő témára, ami pedig a Markbox elektromos sütő, ez egy új fejlesztés, kicsit fanibb irányra véve a beszélgetés fonalát. Ugye kiraktam egy fényképet, egy mindegy háromnapos leégett Lila FS taksival, nem az enyém volt. De ismerjük a felhasználót. De ismerjük a felhasználót, aki épp a kisfiával beszélgetett, magyarázott neki, hogy hogy kösse be a kori cipőjét, és ekkor fordítva tette bele a Markbox-ba az aksit. Mint a viccben, megégette a kezét a patkó. Mi van, megégetett? Nem bazd meg, ilyen gyorsan megnéztem. Tehát akkor ott érezte, hogy hopp, hirtelen nagyon meleg lett. Gyorsan széttekerte egy picit a kezét, megmelegítette a dolog, mert hisz fölforrósodott a vamórugó, ami összenyomta neki, mert ugye az első szériás Markbox az ilyen állatorvosi ló az alját tekintve, az összeesett, és a felső csatlakozó, a pozitív csatlakozónál össze is égett az akkumulátor, úgyhogy vigyázzatok, vigyázzatok, vigyázzatok. A mod az nem gondolkozik helyettetek, és hogyha nincs benne fordított polaritás elleni védelem, akkor így lehet járni. Be fogom rakni majd a kép linkjét, hogy tanuljatok belőle, ti is. És akkor, következő téma, mi mivel egyenlő? Hát ez egy, tehát komolyan mondom, törvényalkotók fejében, hogy így mi játszódik le e-cigaretta kapcsán. Jó, azt... fágyat? Hál' Isten, lányom adott egy kekszet. Az nagyon jó, az én gyomrom is hangosan korog már. Tehát, hogy mi játszódik le, azt szeretném néha látni. És Ohio-ban kitalálták, hogy hogyan fogják megadóztatni az e-liquidet. Az a baj, hogy ezen röhögünk, pedig sírni kéne. Tehát egy 10 milliliteres palackhoz egyenlőség jelet húztak 100-100 cigarettára. Hogyne, persze. Hogyne, hát akkor nem. Tulajdonképpen én, mikor mondjuk gyorsan eldrippelek 3-4 száz cigarettát, akkor szerintük az a 30-40 szálat hirtelen fő. Tehát, persze, akkor vizsgaidőszakban én is egy napi bő 250 szálat elszívtam. Egyébként azt gondolom, hogy ilyenkor a törvényhozó nem csinál mást, mint fölmegy mondjuk egy nagy e-cigaretta forgalmazó oldalára. És amikor a nagy szóról beszélünk, akkor egy Enjoy-ról beszélünk, egy Green Smoke-ról, vagy
vagy nem tudom én, vagy egy Blue Essigről, akik a cigaretta formájú készülékeket árulják. Ha megnézed ezeket az oldalakat, ott mindenhol ezek slokszámra mondják meg, hogy ugye ők el szeretnék adni. Tehát az lesz ott, hogy 12 sluk, tehát ezt így vakon mondom, 12 sluk egy szál cigaretta. És kiszámolják, hogy az ő patronjuk, vagy kartójuk, vagy nem tudom én mi, az ha így számoljuk, akkor tud 200-250 slukkot, akkor ennyi cigarettának felel meg. Holott ennek a valósághoz köze nincsen. Ezt mindenki tudja. Hát fél óra, Farszalin azt megmondta, fél óra vépelés fog egy szál cigarettányi nikotint juttatni a szervezetedbe. Hát én a legjobb példának azt látnám, hogyha megnézed, hogy mondjuk egy kisméretű autó mondjuk legyen sarkosítva egy smart, mennyit fogyaszt, meg mennyit fogyaszt mondjuk egy big blokkos hemi. Igen, egy mondjuk egy hemi. Azért nem jó a hasonlatunk egyébként autóügyben, mert itt a fölszívódást kéne figyelembe venni. Tehát, hogy ugyanazt a hatást el tudjam érni, ahhoz nekem fél órát kell vépelni. Fél óra vépelés, az nem tudom mennyi sluk, de hogy nem 12, azt tudko. Tehát erre kéne már egyszer valakinek időt, energiát, nem tudom én mit fordítani, hogy mondjuk egy 0,3-0,4 mg-os light cigaretta egy szál, és az mennyi mondjuk 12 mg-os liquid vépeléssel egyenértékű. Mert akkor lehetne ilyen adószámításokat kivetni 10 ml liquidre, és iszonyatosan nem ezek a számok jönnének ki. Itt egy 10 ml-s likvidre 11,25 dollár adót akarnak kivetni. Gyerekek, a legdrágább helyen 7 és 8 dollár között van 10 ml likvid az USA-ban. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 269%-kal fogják megemelni a likvideket. Tudod, erre mondta azt Pista bácsi, normális. Érted. Jó, figyelj, akkor én azt mondom, hogy aktuálisat megkattintom. A következő témát azért nem mondom, mert olvasói kérdésben is megemlítik, úgyhogy majd akkor térjünk ki rá. Jó, akkor térjünk ki rá. És akkor pörgessük meg, mert lassan indulnom kell dolgozni. Gulyás Zoltán Zsoli kérdezte, hogy a Kaifun 4 vagy Typhoon GT2 érvek és ellenérvek, melyiket válassza a Vaper? Mind a kettő volt a kezemben, nem tudok más helyet dönteni, hogyha valaki az alkatrészek számára megy, akkor egyértelműen a Kaifun 4. Ha valaki az egyszerűen tölthető és karbantartható készülékre megy, akkor Typhoon GT2. Levegő mennyiségre, szívási érzetre. A GT2-nek nagyobb a húzata, hogy így fogalmazzak, attól függetlenül, hogy a Kaifun 4-nek sem kicsi. És ami az igaz, amit én megemlítettem a videóban is, nálam a képzeletbeli dobogó első helyezettje a GT2, második a Kaifun 4. És most elmondhatjátok ti, hogy látjátok. Amit én gondolnék, bocsánat, mondjad. Én csak, már hogy legalább nem is tudom, az elhalálozási sorrendet visszafelé tartsuk be, vagy nem tudom. Én egyébként ebből a szempontból rossz helyen szólaltam. De ha nem akarod magad szivatni, akkor nyilván az egyszerűbb készüléket kell választani. Én is használtam mind a kettőt, és sőt, ugye a régi Kaifunt is, és szerintem nagyságrendekkel egyszerűbb, praktikusabb, felhasználóbarátabb egy GT2-t használni, mint egy Kaifun 4-et, de ennyi. Akkor én most úgy látom, hogy ellent fogok mondani mind a kettőtöknek, mert én úgy voltam a Kaifun 4-en, mikor megláttam, hogy na, nekem ilyenem soha nem lesz, és a Mohácsi találkozón erősen
ittos állapotban vásároltam egy klónt, amit körülbelül mire hazaértem megbántam, és azt mondtam, hogy ezt kivágom az ablakon, nem kell, ezt utálom. Aztán elvittem magammal síelni, és ott nagyon jól kijött. És, megtanult síelni egyébként a kár? Meg, nagyon jó, nagyon szép, jó van, 41 jó alkatrész, jó. Nagyon szép. Jövő héten állatkertbe vigyed. Az is. Oda viszem, nem. Tehát, ahova ezzel ki szeretem mondjuk adni, hogy ott előjött az az előnye, hogy amikor a mínusz 13 fokból bement a plusz 20 valamennyibe, akkor szépen be tudtam úgy lőni a folyadék, és jó, nyilván a levegőállítót nem macerálja az ember olyan gyakran, de a folyadék ellátó csatornáknak a méretét, hogy ne folyjon meg. Holott szerintem ezt nagyon kevés kazán tolerálná, ezt a hatalmas hőmérséklet különbséget, és azonnal az öletbe folyna, ami gyakorlatilag a tankod alján van. Úgyhogy van az a helyzet, amikor előny a sok beállítási lehetőség, viszont ami nagyon fontos, és nagyon kevesen beszélnek róla, hogyha túl sok a beállítási lehetőség, akkor az ember hajlamos elveszni benne, és kevésbé foglalkozik azzal, hogy élvezze úgymond a grőzölést, hanem csak a beállításokkal foglalkozik, és azon jár az esze, hogy hogy lehetne jobb, hogy lehetne könnyebb, hogy lehetne egyszerűbb. Szóval igen, mindenkinek el kell döntenie, hogy ő mit szeretne, és mindenki próbálja ki, mielőtt megvásárolja. Matyi, és GT2-d volt? GT2 nem volt. Na ez a baj. Akkor miről beszélsz? Igen. Na mindegy, nem ez a lényeg, és tegyük hozzá azt is, hogy klón. Mert azért, ha megvesz az ember egy Kaifun 4 klónt, 10-ből 8-szor én még csak azt hallottam, hogy tudom javítani azt, hogy itt vagy ott folyik, meg nem jó, meg a tököm tudja. Á, figyelj, Charlie, tehát már rossz a kiindulás, érted? Tehát én leszögezném, én science fiction rajongó vagyok, tehát én például, mit tudom én, kis szürkékkel, magas szürkékkel, meg IT-kkel nem foglalkozok. Ezt hagyjuk már ezt, hogy igen, a klón szar lehet. A klónon csiszolni kell. A klónt újra kell gyártani gyakorlatilag. Olyan, mint régen igen. Volt a Dacia. Még egyszer össze kell rakni. Ezt még egyszer össze pontosan kell. Ugyanezt akartam mondani, hogy egy klónt onnantól kezdve reklamálhatsz, hogyha szétszedted, és jól összeraktad, és akkor sem működik megfelelően. Onnantól kezdve van jogod reklamálni a klón minőségére. Mert addig nincs, mert pontosan tudnia kell az embernek, hogy ilyet vásárol, hogy fenntartásokkal kell kezelnie. Ezt a témát annyival le is zárnám, hogy ha félretesszük, hogy eredeti vagy klón, azt ugye a kettőnél még nagy különbségként megemlíthetjük, hogy a Kaifun 4-nél a levegőállítás mondjuk fönt síelés közben igencsak problémás, ott a juice kontrollal tud játszani az ember. Két fenyőfa között igen szar beállítani igen. Rajta bármit. De most őszintén... Várjál, nem tudod, mit akarok mondani. A Typhoon GT2-nél az alapbeállítás az, hogy a levegőt állítod. A Kaifunnál a juice kontrollt, hogy mennyi jusson a kazántérbe, és kell egy kis csavarhúzó, hogy a levegő mennyiséget állíthasd. A GT2-nél, ha úgy érzed, hogy még a levegő mellett, még a likviden is kéne egy picit állítani, akkor széttekered, és a paláston egy picit tekersz kézzel, aztán max zsepivel megtörlöd a kezed. Tehát ezt tudnám én még, mint ilyen kardinális különbség felsorolni. Az egyiknél főképp levegővel állítasz, mondjuk akár vákumot is. A másiknál pedig a likvid ellátással játszol. De tehát én egy rossz szót nem mondtam a GT2-re. Ja, nem, ezt nem is azért mondtam, csak eszembe jutott. De várjál, a kérdést értelmezted, Mátyás? Igen, értelmeztem. Jó, tehát akkor úgy beszélsz a Kaifun V4 mellett, hogy nem volt GT2-d. Nem volt, valóban. Jó. Én egyből leírtam. Úgy beszélsz a Kaifun V4 mellett, hogy egy klónod volt, mondjuk, tehát ez is. Tudod, erre mondtuk annak idején, ki nem mondom kinek, hogy te csak azt hiszed, hogy van neked olyan. Oké, lépjünk tovább. Bartók Csaba kérdezte, hogy a
videó beküldés esetén mi az alapkövetelmény a minőséget tekintve? Igazából mit mondjunk erre, Matyi? Semmi. A HD. Matyi... Mondjuk legalább egy HD fölbontás. Igen, meg ha lehet, akkor 4K, persze. Nem, nem 4K, de... Én azt mondom, hogy Blacky videójából is a régiek közül egy darab HD nincsen, mégis jó volt. Úgyhogy Matyinál volt egy videó, aminél gondolkoztam, mert hátul ment a ventilátor, és baromira zavart, hogy belehallatszik, mindegy. De az nem is ide készült. Persze, oké. Beküldte Gavron is, ott erősen gondolkozom, mert nála mindig kell, hogy szóljon a metal zene, azt nem raktam ki pont ezért, nem azért, mert metal zene, hanem azért, mert zavaró. Azt mondom, hogy ha van valakinek egy videója, amit úgy gondolja, hogy talán jó lehet az oldalra, nyugodtan ott a kapcsolat űrlapon van egy fül, ott el tudja küldeni, sértődés ne essék, vagy kikerül, vagy nem, tehát ez a két variáció van, legrosszabb esetben nem kerül ki, de hát akkor sem történik semmi. Következő kérdés, Mizsei Mátyás. A nem is olyan régen feledésbe merült Typhoon GT1 milyen gyors, ilyen gyorsan eltűnhetett? Csak én vagyok, aki jobban kedveli a GT-t, mint a GT2-t? Nem kifejezetten szakmai kérdés, de nekem elég szembetűnő, hogy nagyon ritkán találkozok sima GT-vel mostanában. Ugyanez a Typhoon-okra is igaz. Többel találkoznál, hogyha mondjuk mindenki eredetit venne. Mert ha eredetit kéne venni, akkor még spórolnának az eredeti árára. De így jóval egyszerűbb, hogy megveszi mondjuk 10.000 forintért az után gyártottat, vagyis hát a klónt így mondjuk, és akkor mindenkinél olyat látsz. Azért látsz szerintem mindenkinél olyat, mert kipróbálták, és jobban tetszett nekik egyébként. Nekem még a mai napig itt van az asztalon, 3,5-es üvegszállal megtekerve egy ilyen elmebeteg 1,8 ohmra, és az ilyen tartós teszt, íztartós tesztes kazánnál lépett elő. Úgyhogy én ennyit tudok erről mondani. Többiek én nem? Én nem mondok semmit, mert megint leszóltok. Ne, ki szólt le? Én? Tőlem beszélhetsz. Nem, tehát én, nekem megint annyi a véleményem, hogy el kell dönteni, ezt például a Ben Weeping mondta el nagyon jól a videójába, hogy ő is nagyon szerette a GT-t, és mérlegelni kell, hogy számodra azok az újítások, amiket hozott a kettő, az mennyire éri meg a ráfordítást, és nyilván szerintem itt nem arról van szó, hogy mennyi ember váltott az a GT1-ről a GT2-re, hanem mennyi ember volt az, akinek a GT2 volt esetleg az első Typhoon-ja, vagy Typhoon klónja. Igen. Következő Varga László nem szintén első kérdés. Engem érdekelne a véleményetek a nemrég érkezett iStick modról. Rövidre zárnám, fönn van a mi weboldalunkon is Blackinek a videója, az egész iStick készülék család ott van benne, a gőzler élet apró örömei. Következő, Ligiri Lackó Attila. Kína idén valószínű lehagyja a neves gyártókat, már ami a készülékek tudását illeti, és lassan a minőségre sem lehet panasz, hisz egyre finomabban megmunkált eszközök és pontos elektronikát köp a kínai tömegtermelés megfizethető áron. Milyen hatásai lehetnek ennek a folyamatnak a véperekre és a nevesebb gyártókra? Mikor jöhet el az az idő, amikor egy Proharit vagy egy AIT elér Kína megmunkálási minőségben, mert elektronikában már nagyon ott vannak? Szerintem... Én erre röviden annyit mondanék, hogy már eljött, lehet is látni például az SX Minit. Szerintem a megmunkálási minőség pont nem jó példa, mert Felhőnek annyit kellett várni az eredeti Scarabeusra, hogy vett addig egy klónt, és kopra ugyanaz a megmunkálási minőség. Az egyszerűbb. Elektronikával még lehetnek gondok, meg mondjuk az, hogy ha szétszeded a dobozt, ami kívülről jól néz ki, de belülről csak rengeteg ragasztót látsz, meg gavronizálót, meg minden hasonlót, tehát ennyi. Vannak elektronikák, persze rá van írva, hogy 50 watt, meg 100 watt, meg 1000 watt, de ki van mérve, az merült cellával, magas teljesítményen közel sem hozza azt, több mint a felét csalja mondjuk. Nem mondok elektronikákat, mindenki keressen rá. Ez az én véleményem, elfogultság nélkül, mert ezt is odaírta a végére, hogy minden elfogultság nélkül válaszoljunk erre, legyünk szívesek. Nos. És akkor... azt még megemlíteném, ha még szabad.
hogyha még van egy fél percünk. Nyugodtan vágjál bele a szavamba. Na jó van, mondjad már, mondjad. Jó, tehát azt szerettem volna mondani, hogy az utóbbi időben az ázsiai mérnökképzés nagyon-nagyon sokat emelkedett, és egyre, ha valaki megnézi a rangsorokat, az ázsiai egyetemek elég durván dömpingelnek, és majdhogy nem szakmai szinten verik a neves amerikai egyetemeket is, úgyhogy valószínűleg fel kell majd kötni az embernek a gatyáját, az európainak és az amerikainak is, mert nyilván, hogyha olyan jó mérnököket termelnek ki, akkor valószínűleg a termékek minősége is emelkedni fog. És itt nem feltétlenül a klónokról beszélek. Fifika, tudod, mire mit kell kimondanom? Hogy kibaszott proféták vagyunk. Ha visszaemlékszel, sok-sok adással ezelőtt beszéltünk erről, hogy mi lesz, hogyha elkezdenek eredetit gyártani a klónok után? Most jött el az az idő. Én egyébként kézzelfogható bizonyítékát tartom a kezembe, de hát ezt én nem látjátok, hál' Istennek, annak, hogy a kínai ipar mire képes. Azt kell tudni, és ez, ami itt van a kezemben, ez egy 2004-es katalógus. Nem mondom ki a cég nevét, mert senki nem ismeri. De a világ legnagyobb e-cigaretta gyártója. És ha csak az automaták terén, tehát amivel gyártanak, felolvasom a minősítéseit, ISO 9001-2008 GMP, ISO 13485, ISO 14001, egy OH-as 18001, QC 08000. És hogy mi a víziójuk, és hogy merre tartanak, akkor azt lehet látni, és ebben rejlik egyébként a titok, hogy minőségbiztosításban és gyártás technológiában már szerintem mindenki fölött vannak az igazán nagy kínai gyártók. És hogyha neki le kell gyártani 10 millió tök egyforma BCD betétet, akkor az első, meg a 10 milliómodik is ugyanolyan minőségű lesz. És a fölhasználót egyébként meg más nem érdekli. Tehát bemegy, megveszi, szívja, használja. Tehát az a fajta tekergető, meg kihúzom az üvegszálat, meg teszek rá egy fedőszálat, meg nem tudom én mi, fajta ember egy bővülő piacon egyre kevesebb lesz, ezt higgyétek el. Tehát, és Kína nagyon jól látja, hogy merre felé kell mozdítani ezt a piacot. Ahhoz, hogy ez a piac széles, nagy és sok vépelővel legyen, egyszerűen használható, átlátható eszközökre van szükség. És ezt lehet látni a kínai gyártókon, hogy egyre inkább zárkóznak föl a nagy európai, illetve amerikai trendek mellé, illetve most már gyakorlatilag elé. Úgyhogy már nem a spice-ba vannak. Ez, okay. Ez nyilvánvaló. Akkor olyan szinten pörgesd meg, hogy tényleg 2 percünk van, már csak indulnom kell dolgozni. Kockány Zoltán kérdezte, és ezzel utalnék vissza az aktuális témákra. Szerintetek lesz-e, és ha igen, vajon milyen következménye a minapi bírósági döntésnek, mely szerint a nikotinos likvid nem minősül gyógyszernek, a likvidek forgalmazására nézve közeli vagy távoli jövőben? Látszik-e a fény az alagút végén? Hogyne. Szerintem egyébként kvázi egyfajta sötét fény látszódik az alagút végén. Az, hogy a bírósági határozat született ebben az egy perben, az ugye nem vonatkozik a kereskedőkre és a kereskedelemre. Tehát ez a lebegtetett tiltás mentén való eljárás, ez továbbra is ott van mindenkinek a feje fölött. A kereskedők nem igazán szívesen kockáztatják azt, mondjuk, hogy lesöpörjék a polcot náluk, és egy ilyen, ugye ez most már lassan a harmadik évébe lépett ez a per, mert azt hiszem, hogy 2012-ben kezdték. És ráadásul ez talán egy per újra fölvétel igazából.
mellesleg mindenkinek, aki ebben tett le az asztalra, megköszönheti a Vapper társadalom, hogy megszületett ez az ítélet. De itt uniós szinten nem mi fogunk dönteni, ez teljesen nyilvánvaló, hanem a nagy piaci résztvevők fogják kisakkozni, hogy mi legyen. Én azt tippelem egyébként, ne legyen igazam, bár iszony kibaszott proféták vagyunk, azt tippelem, hogy valamilyen adó alá fogják tenni a likvideket. Ez már az olasz példából is látszik. Szerintem az egy ilyen szondáztatás volt, valamilyen mértékben, reméljük minél kisebb mértékben, és tehát adó és szabályozás lesz a vége. Ennyi. Lesz a vége, és akkor fűzzünk arra is rá, hogy tényleg-tényleg nagyon rohannom kell. Bedobunk akkor két videót, az egyiket a kultúrába, másikat a sima videós rovatba, és már csak címet kéne adni neki. Főcsapás irányként szerintem 53. résznél járunk. És 53-ba készült az a nagyon híres Titanic film. Én azért akartam mondani, hogy legtöbbet a reviewerekről beszéltünk, és erről az egészről. De akkor a kettőt valahogy fűzzük össze. Rest in peace, Titanic. És a rest in peace az a rip is. Jaj, ez nagyon jó. Akkor legyen rip Titanic. Jó, akkor ennyi. Én rohanok dolgozni. Minden esetre köszönöm Matyinak, hogy beugrott. Folytatjuk akkor a cikkeket, meg mindent, amiről beszéltünk. És köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Iratkozzatok fel a hírlevélre! Iratkozzatok fel a hírlevélre, igen, mert... Olvassátok a Wikit! Olvassatok Wikit, okosodjatok, és hallgassátok a podcastet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!